A megyei közgyűlés munkájában résztvevő összes párt támogatásáról biztosította a Székhely Nemzeti Tanács aláírás gyűjtését, amely azt szorgalmazza, hogy kerüljön az Európai Bizottság elé a több nemzetiség lakta régiók gazdasági támogatása. Csatlakozni még 3 hónapig lehet. Vendégem a témával kapcsolatban a 35 perc stúdiójában, Kis András képviselő úr, köszöntöm. Jó napot kívánok, én is köszöntöm Önt és a Kölcsei Televízió nézőit. Mi az alapvető célja ennek a kezdeményezésnek? A Szabolcs-Szatmár-Vereg megyei közgyűlés mai ülésén, amiatt is, hiszen mi egy 3 határmenti megye vagyunk, ebből a történelmi örökségből és felelősségből adódóan a nemzeti régiók védelméről szóló európai polgári kezdeményezés támogatásáról fogadott el határozatot. Ezt a kezdeményezést évekkel ezelőtt a Székely Nemzeti Tanács indította el. Egy ilyen kezdeményezésnek az útja az mindig az, hogy az aláírásgyűjtést a bizottságnak is előzetesen jóvá kell hagyni. Azt követően vannak jogi procedúrák, ha valamelyik állam azt mondja, hogy szerint ebben a kérdésben nem lehet európai polgári kezdeményezést kezdeményezni, akkor az jogi útra is terelődhet, és ezt az utat ez a kezdeményezés is megjárta, és ezt követően most jelenleg már tart az aláírásgyűjtés, ezt az aláírásgyűjtés május 7-ig lehet gyűjteni az aláírásokat, és azt gondoljuk, hogy egy fontos témában kérjük a megyei polgároknak a véleményét, hiszen ha ez a kezdeményezés sikerre vezetődik, hogyha megfelelő számú aláírás összegyűl, ez a 1,5 millió aláírás, akkor az Európai Bizottság köteles foglalkozni a kérdéssel, és köteles valamilyen szabályozást ebben a kérdéskörben. Ez még évek munkája lesz, de azt gondolom, hogy ha és amennyiben ez a kezdeményezés sikerre vezet, az fölhívja a figyelmet a régiók, ezen nemzeti régióknak a helyzetére, és ez nekünk fontos az ott élő magyar közösség miatt is. Nem volt még hasonló a múltban, ugye? Van egy hasonló kezdeményezés, amit tavalyi évben nagyon sok Szabolcs-Szatmár-Vereg megyei magyarországi polgár és egy széles kárpátaljai összefogás eredményeként sikerre lehetett vinni, a Minority Safe Pack kezdeményezés. Ott az aláírások hitelesítése is megtörtént, és már megindul az a szakasz, aminek a végén a bizottság majd ezzel foglalkozik. A Minority Safe Pack az egy nagy közös siker. Azt gondolom azért is, hiszen mi Kárpát-medencei magyarok más európai népekkel, őshonos kisebbségekkel összefogva, akkor arról döntöttünk, hogy az őshonos nemzeti kisebbségek kulturális jogaival igenis foglalkoznia kell a Európai Bizottságnak, és ebben a kérdésben sikerült összeszedni. Ez a kérdés, azt gondolom, hogy ezt egy teljesen kiegészítő kérdés, hiszen ott a őshonos nemzeti kisebbségekről, itt meg azon régiókról van szó, azon régiók fejlődéséről, amelyekben ezek a kisebbségek laknak. Azt gondolom, hogy ma fontos, hogy az Európai Bizottság is lássa, hogy ezek a közösségek, az őshonos nemzeti kisebbségek gazdasági erőforrást jelenthetnek, és ez a 21. században a nyelvi könnyebbségek, a nyelvi sokszínűségből adódó erősségek miatt is, ezen közösségek megbecsülése és erre való építés, ezen térségek fejlesztése az Európának gazdasági lehetőség, gazdasági előnyt jelent, és ebből az előnyből azt gondoljuk, hogy ha az ő boldogulásokat segítsük, jogilag is, ha jogi kereteket megteremtjük, akkor ezzel egész Európa fejlődik. Tavaly milyen volt a lakosság hozzáállása ehhez a kezdeményezéshez? Tavaly a Minority Safe Pack kezdeményezéshez való hozzáállást láttuk. Azt gondolom, hogy a legnagyobb elismeréssel tudunk szólni erről a magyar összefogásról, amely minden nemzetrészt érintett, és nagyon sokan csatlakoztak. Itt is szeretném megköszönni annak a több ezer Szabolcs-Szatmár-Vereg megyei embernek is, aki hozzájárult ehhez a 1,5 milliós aláírásos sikerhez, ami azt gondolom, hogy 7 országból összejött a megfelelő számú aláírás. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon komoly európai szintű eredmény. És most mire mernek számítani, mire lehet számítani? Hiszen itt azért nem volt olyan nagyon régen ez az elmúlt évi folyamat. Ugyanazt gondolom, mint az előző kezdeményezésnél is, ott is a megyei közgyűlés egy határozatot elfogadott, de természetesen a napi munka a legfontosabb, hogy gyűjjenek az aláírások. Itt is szeretném megkérni a megye polgárait és a megyében működő politikai pártokat. Teljes többséggel fogadta el egyhangulag a megyei közgyűlés, minden párt megszavazta, hogy lehetőségei szerint segítsék az aláírásgyűjtést.
mi is ezt tessük, más pártok is ezt teszik, civil szervezetek, akkor összejöhet ez a számú aláírásgyűjtés. Ismételten hangsúlyoznám a Minority Safe Pack sikerét, és azt gondolom, hogy abból a sikerből lehet eredményíteni. Még van 3 hónap, május 7-ig lehet az aláírásokat gyűjteni. Nagyon fontos a papíralapú, de elektronikusan az online világban van egy nemzedék, aki már közösségi médiában, az online térben éli életét. A nemzetiregiók.eu honlapon is aláírható ez a kezdeményezés. Mindenkit arra biztatok, hogy vagy online, a www.nemzetiregiók.eu honlapon, vagy az ott letölthető, egyébként letölthető, de sok helyen elérhető aláírásgyűjtő éven írják alá. Azt gondolom, hogy ez az online cím, ez egy kiindulási pont, és arra biztatom a megyepolgárait, hogyha egyetért vele, ne várjon egy-két hetet, hanem akár az interjú hallgatása után, ha egyetért, elővéve bármelyik okos eszközét vagy a számítógépét, nagyon egyszerűen 2 perc alatt online alá tudja ezt érni. Végül azt szeretném megkérdezni, hogy nyilván az elsődleges cél, hogy az Európai Bizottság találkozzon a gondolatébresztéssel, hogy foglalkozzon bizonyos körvonalazott, meghatározott kérdésekkel. Mi történik, ha nem jut el odáig a dolog? Nemzetközi szinten már valószínű akkor is beszélnek erről a kezdeményezésről. Ennek a kezdeményezésnek van egy előélete, hiszen ahogy mondtam, küzdelmes út vezet addig is, míg az Európai Bizottság ezzel fog köteles foglalkozni. Az Európai Bizottság a tavalyi nagy közös eredmény miatt a Minority Safe Pack kezdeményezésnél már megvan az első olyan kijárt ösvény, ami miatt köteles foglalkozni a nemzeti kisebbségvédelmi ügyekkel. Végre egy európai kezdeményezésben, egy európai polgári kezdeményezésben sikerült a bizottságig elvinni az őshonos kisebbségek jogait. Ezzel már köteles foglalkozni, hiszen a megfelelő számú aláírás a megfelelő számú országból összejött. Ez egy újabb kezdeményezés, azt gondolom, hogy ez egy kiegészítő kezdeményezés, de az alapcélt már elértük. Az alapcél a Minority Safe Pack sikere volt, a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés sikere, és ehhez jön ez a nemzeti régiók védelméről szóló kezdeményezés. Azt gondolom, a két kezdeményezés kiválóan tudna egymáshoz illeszkedni, két ügy közösen egymást megtámasztva, és két külön aspektusból, a régiók és a kisebbségi jogok kontextusából tudja ezt az ügyet előrevinni. Ezért fontos, hogy mindkét ügy előre haladjon, és a legnagyobb köszönet és elismerés a polgárok felé, hogy eddig támogattak minket, támogatták a külhoni magyar honfitársainkat ebben az ügyben, és természetesen nem csak a külhoni magyarokat, hanem minden Európában élő őshonos kis nemzeti közösségért ez az ügy megillett, és ez nem csak rólunk magyarokról szól, hanem minden őshonos kisebbségről, hiszen egy európai szintű kisebbségvédelmi keret tud ebben lenni, ami az összes tagállamra az a jog gyakorlás, amit majd az Európai Bizottság gyakorol, az minden tagállamra az egész Európai Unió területén igaz. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az itt élő erőforrásokkal foglalkozunk, az itt élő őshonos nemzeti kisebbségekben lássuk a jövőt, az itt élő emberekben mi, bennük látjuk mi, az Magyarországon élő és a külhonban élő magyar emberekben látjuk a kárpát-medencei magyar közösség jövőjét. Köszönöm szépen a beszélgetést, biztos vagyok benne, hogy beszélünk még májusig erről a témáról. Nagyon köszönöm a lehetőséget.